Sorakoznak a karácsonyfa alatt a szépen becsomagolt cipős dobozokban az ajándékok. Mindez a Baranya megyei rendőrfőkapitányság folyosóján látható. Tartós élelmiszer, édesség, gyermekkorcsoportonként játékok, színezők is vannak a csomagok mélyén. Baranya megye főkapitányságához tartozó mohácsi, siklósi, pécsi kapitányságok és a megyei Vöröskereszt területéhez tartozó kumlói és szigetvári rendőrségek ajándékai is itt várják további sorsukat. Pár éves hagyománya van annak, hogy a rendőrség karácsony táján jótékonysági akcióba kezd, mondta dr. Gulyás Zsolt, Baranya megyei rendőrfőkapitány. 2019-ben kezdtük el ezt az akciót, akkor kötöttünk együttműködés megállapodást a Vöröskereszttel, és beszéltük meg, hogy mi is a magunk módján hozzájárulunk ahhoz, hogy a karácsony az mindenkinek ne csak kellemes legyen, hanem azért ajándékhoz is jussanak a gyerekek. Úgyhogy ez volt a célunk ezzel az akcióval. Kis cédulákra írták rá, mi is van a dobozban, kislánynak vagy kisfiúnak szól a meglepetés, milyen korcsoportú gyerekeknek készült az ajándék. Ezeket a cédulákat a rendőrség munkatársai ráragasztották a dobozokra. A rendőrség a jövőben is tervez hasonló jótékonysági akciókat. Kisebbségi önkormányzatokon keresztül családvédelmi központ közreműködésével sikerül a valóban rászoruló családokhoz eljuttatni a cipős doboz ajándékokat, tájékoztatott Udvaros Renáta, a megyei Vöröskereszt igazgatója. Több észlelő csatornán jön benn hozzánk, ugye van azok az állandó listánk, akiket minden évben segélyezünk. Ezek azok, ugye, akik mondjuk 4, 5, 6, vagy esetleg 8 gyermeket egyedül vagy családban nevelkedő gyermekek, családok, nagyon hátrányos helyzetűek, nagyon szegények. Ilyen például ugye tegnapi napon is voltunk Kisvaszaron, ahol 12-en élnek egy szobába. Természetesen ide is visznek még ajándékot, tette hozzá a megyei igazgató. December 21-ig szeretnék minden helyszínre eljuttatni a cipős dobozokat a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének munkatársai.